Fülöp Sára néni idén is felajánlotta nagylelkű adományát az ünnepek alkalmából. Ajándékcsomagokat állított össze a gyerekek részére a helyi Kolibri óvodában. Az óvodába járó gyermekek már izgatottan várták a nagyszakállú érkezését. A gyerekek énekekkel kedveskedtek a télapónak, aki ezt követően átadta Fülöp Sára néni csomagjait. A csomagokat ugyanis Fülöp Sára néni helybeli lakos adományozta. Bérkány Julianna, helyi anyakönyvvezető, minden évben segít Sára néninek a szervezésben, hogy ez a jótékonysági akció sikeresen megvalósuljon. Természetesen, hogy vállalom ezt a szerepet, és ez egy nagyon jó érzés, amikor a gyerekek közt lenni, és hallni ezt a dicsajt, ezt az örömöt, amit festményekkel, rajzzal fejeznek ki, és hálásak nagyon. Ez már 5. alkalom a hagyományos Sárika néni meglátogatása, azzal, hogy a hagyomány abba változott, hogy nem a Mikulás jött, hanem a télapó, mivel a Mikulás nagyon el volt foglalva. A nagyszakálló produkcióra kért fel néhány bátor gyermeket. Volt is önként jelentkező, aki énekelt, illetve szavalt a Mikulásnak. Csillogó gyermekarcokról, a meglepetés varázsáról, a megilletődött várakozásról szólt az óvoda ünnepi délelőttje.